Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden. Ünnepre készülünk. Közösségi takarítás a régi temetőben. Belső megújulás. Elkészült a zsidó temető taharája. Csendes megemlékezés. Koszorúk és gyertyák október hőseinek. Immár másodszor civil összefogással takarították itt tapolcaiak a polgármester hívására a régi temetőt. A helyszínen arról is érdeklődtünk, hogy mi a teendője annak, aki a sír újbóli megváltására figyelmeztető táblát talál szerette sírján a régi temetőben. Polgármester úr, két héttel vagyunk Minden Szentek és Halottak napja előtt, és most már mondhatjuk azt, hogy hagyományos temetőtakarítást hirdetett, sokan eljöttek a mai alkalommal. Hála Istennek, nagyon jó időnk van, ugye egy kis ciklon, vagy anticiklon, nem is tudom, mi történik itt, de 23 fokot ígértek már, és én úgy érzem, hogy el is találták. Ugye a mai nap az egy esőnap, mert szombaton jöttünk volna, de szombaton nagyon bizonytalan, hideg, szeles, esős időjárás volt, és hát nem akartuk kitenni a kilátogatókat, a segítőket annak, hogy megfázzanak, átázzanak. De nagyon jól eltaláltuk a mai napot, remek időnk van, és több mint 60-an eljöttek, hogy segítsenek. Visszaköszönnek azok az arcok és azok a civil szervezetek, akiket egyébként az önkormányzat támogat, az önkormányzattal együttműködnek. Sportolók, nyugdíjas klubok, nyugdíjas szervezetek, civil szervezetek itt vannak, és hát tesszük a dolgunkat. Rendbe rakjuk Minden Szentekre és Halottak napjára a régi temetőt. Volt egy kis eligazítás az elején, és polgármester úr elmondta, hogy nagyon fontosak a kegyeleti szempontok, tehát a takarítás nagy körültekintéssel zajlik. Így van. Az alap elképzelésünk és a kérésem is ez volt, hogy csak a sírok mellett a lehullott dolgokat, régi koszorút, mécses tartót, törmelékeket, virágmaradványokat szedjük össze. Teljesen mindegy, hogy a síron kinek mi a véleménye róla, és kinek mi az ízlése, hogy néz ki a koszorú, hány száz éves, nem nyúlunk hozzá. Ami a síron van, az ott is marad, az a hozzátartozók reszortja, hogy azzal kezdjenek valamit. Ami a sírok mellett, az úton, a fűben, a növényzetben van, azt összegerebézzük, összeszedjük, zsákokba töltjük, és az NHS segítségével elszállítjuk a szeméttelepre. Ahogyan tavaly is, az idén is kedveskednek harapnivalóval és teával. Igen, általában az ilyen megmozdulásainkat, társadalmi megmozdulásainkat szponzorálja a Tapolcai Diák és Közérkeztető Kft. Most szendvicssel és meleg teával szponzorált minket mezős igazgató úr és csapata. Ahogy jöttünk a temetőben, több síremléken is láttunk táblákat, valahol letűzve, valahol pedig egy kővel van rögzítve, ami arról tudósítja a kilátogató hozzátartozókat, hogy a sírhely megváltása lejárt, mi a teendő, ha valaki ilyet talál. Az általános igazgatási csoporthoz kell befáradni az önkormányzathoz, vigyen magával a személyazonosságát igazoló dokumentumokat, illetve ha még fellelhető olyan számla, vagy bármilyen nyomtatvány, ami még az akkori sírmegváltásból van, és hát remélem, hogy megtaláljuk a nyomát, és a folytonosságot tudjuk biztosítani. Nagyon fontos, hogyha még esetleg a család szeretne ebbe a sírhelybe temetkezni, akkor mindenképpen tegyék meg, mert későbbiekben meglepetés érheti őket, hiszen nagyon sok esetben úgy emlékszünk, hogy az még biztos jó, vagy biztos megvan, és a gyakorlat azt mutatja, hogy a legtöbb esetben nincsenek meg a dokumentumok, nincsenek meg az igazoló számlák, már esetleg az önkormányzatnál sem, hiszen 15-20 vagy 20 év feletti eseményekről, vagy 20 évnél régebbi eseményekről beszélünk, ezért bízunk abban, hogy az ügyfelek együtt működnek velünk. A másik pedig, hogy azért ilyenkor táblázzuk ki Minden Szentek előtt, mert abban bízunk, hogyha csak évente vagy két évente látogatja meg valaki a szeretteinek, a rokonainak a sírját, akkor ez az időszak az, amikor tudunk neki ilyen módon üzenni, hiszen arról
hogy ki rendelkezik a sír felett, és ki van még életben, arról nekünk nincs nyilvántartásunk. Sok esetben el kell mondani a régi temetővel és a régi sírokkal kapcsolatban, sok esetben arról sem, hogy a sírban ki nyugszik. Mi a teendő akkor, mi az önkormányzat teendője akkor, hogyha huzamosabb ideig nem jelentkezik senki? Akkor az önkormányzat továbbiakban nem fogja kiadni és eladni ezt a sírt, hiszen az önkormányzati rendeletünknek megfelelően a régi temetőben már új sírhelyet nem nyitunk, csak a megváltott sírhelyekben lehet jogfolytonosan temetkezni. A temetőkert és a ravatalozó teteje után a tahara belseje is alapos felújításon esett át a Mazsihisz beruházásában. A munkálatokat tapolcai vállalkozó Gici Béla végezte el. A közeljövőben újabb bútorokkal is gazdagodik majd a hely. A Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének pénzügyi támogatásával és egy helyi építőipari vállalkozó munkájának eredményeként mintegy 2.400.000 forintos költséggel elkészült a zsidó temető ravatalozójának részleges felújítása. Az izraelita temető rendbetételének ügyét felkaroló Varga Károlynétól, a Tapolcai Városépítő Egyesület nőklubjának vezetőjétől megtudtuk, a ravatalozó és a zsidó temető a Mazsihisz tulajdonában van, de azt a rendszerváltás időszakáig a város tartotta rendbe. Később gazdátlanná vált az épület és a temetkezési hely is. Az előbbi tetőszerkezete, födémszerkezete beszakadt, életveszélyessé vált, a temető egy jelentős részét pedig ellepte a vadnövényzet, a sírok megsüllyedtek, eldőltek. A közelmúltban már lecserélték a tetőszerkezetet és a tetőhéjalást. A még menthető, nem szétmállott 142 darab sír felállítása, a Nemzeti Panteon Alapítvány, Tapolca város önkormányzata és a Mazsihisz összességében 1.070.000 forint anyagi támogatásával, szponzorok segítségével és jelentős társadalmi baráti összefogással készült el az idei nyáron. A most szeptember elején megkezdődött munkálatokkal, amint azt Gici Béla vállalkozótól megtudtuk, belül új vas födémtartó szerkezetet, gipszkarton födémburkolást, a robosztus vasajtók, az ablakok, falburkolatok felújítását, a falak és több régi ravatalozói bútordarab kijavítását és a teljes belső festési munkálatokat elvégezték az épületben. A tapolcai zsidó temető rekonstrukciója remélhetőleg a jövőben is folytatódik, hiszen nemrégiben a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület a kőkerítés és a vízelvezetés problémáinak megoldása érdekében nyújtott be pályázatot a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványhoz. Csendes megemlékezéssel, az emlékhelyek megkoszorúzásával rótták le tiszteletüket városvezetők, hagyományőrzők, civilek és politikai pártok október 23-án városunkban is.
Thank you.
Nézzük a krónika főbb híreit röviden. Ünnepre készülünk. Közösségi takarítás a régi temetőben. Belső megújulás. Elkészült a zsidó temető taharája. Csendes megemlékezés. Koszorúk és gyertyák október hőseinek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!